lelki edzőtábor 6. napján 11. edzését tartotta meg NB1-es labdarúgó csapatunk. Köszönhetően azonban a tréningek változatosságának szinte észrevétlenül elillannak a másfél-két órás tréningek. A szakmai stáb folyamatosan versenyhelyzetbe hozza a labdarúgókat. A péntek délutáni tréningen a keretet 4 csapatra osztották és házi bajnokságot írtak ki. A labdarúgóik pedig minden áron győzni akartak. Gyömbér Gábort és Julián Jennert nem csak a változatos edzésekről, hanem az edzőtábor eddig eltelt időszakáról és a legutóbbi Rapid Bukarest ellen 4-0-ra megnyert felkészülési mérkőzésről is kérdeztük. Én úgy veszem észre, hogy a csapat azért elérkezett egy holtpontra, így a hétvége felé. Minden nap két edzésünk volt, volt közben egy edzőmeccsünk is, úgyhogy, de hála Istennek azért odafigyel a szakmai stáb, holnap szabad program van, úgyhogy rendben leszünk. Hála Istennek labdás edzések vannak, de mindig változatos, vagy kapuralövés, vagy labdatartás, játék az mindig van edzésen, úgyhogy jó hangulatúak ezek az edzések. Last day were good. Az elmúlt napok nagyon jól teltek. Egy picit ugyan fáradt vagyok, akárcsak a többiek, de ez normális, hiszen edzőtáborban vagyunk. Sajnálom, hogy nem tudtunk játszani az Irtis Pavlodár ellen. Az elkövetkezendő két meccs emiatt is nagyon fontos lesz. Muszáj, hogy a felkészülés végére megfelelő meccs legyen a lábunkban. Mindenki nagyon keményen dolgozik, de persze igyekszünk időt találni a pihenésre is. Meglátjuk, hogy mit hoznak a számunkra a következő napok. Megmondom őszintén, nehezebb mérkőzésre számítottam. Nagyon jól játszott a csapat szerintem, főleg az első fél időben, és hála Istennek, hogy berúgtuk a góljainkat. Sokkal játékosabb stílusban játszottunk a Rapid ellen, mint korábban. Ez már az új edző hatása. A tréner sokat próbál segíteni, hogy minél jobbak legyünk. Úgy érzem, hátul is stabilabbak voltunk. Remélem, ebből kifolyólag sok meccset meg tudunk majd nyerni. Nagyon keményen dolgozunk, mi játékosok, és természetesen az edzők is. Nagyon jó munkát végez a szakmai stáb. Jó benyomást gyakoroltak rám. Remélem, hogy mindennek meg lesz a gyümölcse, hiszen még mindig hiszek abban, hogy bajnokok tudunk lenni. Csak 9 pont választ el bennünket a Debrecentől. Még bármi megtörténhet. Everything can happen in football. Dávid, essünk térdre az utolsónál. Lényeg, az a lényeg, hogy hajtsd ki magad.